Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket, tisztelettel köszöntöm miniszterasszonyt is. Elsőként úgy illendő, hogy gratuláljunk miniszterasszonynak a miniszteri kinevezéséhez, hiszen Szerbia új mezőgazdasági miniszteréről van szó, aki a Szerb-Magyar Gazdasági Vegyesbizottsági társelnöki pozíciót is elnyerte, úgyhogy az elkövetkezendő időszakban a mi felelősségünk lesz a kétoldalú kapcsolatok további fejlesztésért való közös munkálkodás. Úgyhogy gratulálunk, és a sok közös sikert kívánunk. Ami Magyarország és Szerbia kapcsolatát illeti, tisztelt hölgyeim és uraim, Magyarország és Szerbia stratégiai partnerei egymásnak. Ezt több tényező is alátámasztja. Egyrészt a tavalyi esztendőben minden idők legmagasabb kereskedelmi forgalmát értük el, amely meghaladta az 1,6 milliárd eurót. És ez a pozitív tendencia folytatódik, hiszen az első negyedév adatai is a kétoldalú kereskedelmi forgalom további növekedését mutatják. Szerbiában 400 szerb-magyar vegyes vállalat működik. Mi vagyunk Szerbiában az ötödik legnagyobb befektető, és mi vagyunk az ötödik legnagyobb exportőr is. És ezt a stratégiai partnerséget most néhány nagy közös fejlesztéssel megerősítjük, amely nagy közös fejlesztések az észak-déli irányú infrastruktúra kialakítását, közlekedési fejlesztéseket és az energiabiztonság növelését fogják eredményezni. Ugye a holnapi napon magyar-szerb kormánycsúcs találkozó lesz Belgrádban, tehát ez a mai megbeszélés ennek előkészítéseként is tekinthető. Ami a nagy közös fejlesztéseket illeti, először is megállapodtunk abban, hogy a Budapest és Belgrád közötti vasútvonal felújítására vonatkozó előkészítő munkálatokat felgyorsítjuk. Ennek két szempontból is nagy jelentősége van. Személyszállítás szempontjából a jelenlegi 7-8 órás menetidő körülbelül 3 órára fog csökkenni. Másrészt pedig, amennyiben felújítjuk ezt a vasútvonalat, akkor ez lesz a legversenyképesebb útvonal abból a szempontból, hogy a görög kikötőkbe érkező kínai árukat Nyugat-Európába szállítsuk. Hogyha ezt a vasútfejlesztést megvalósítjuk, akkor abból mind Szerbiának, mind Magyarországnak nagyon komoly tranzit bevételei fognak származni, hiszen a Kelet-Kínából Európába exportálandó árukat a kínaiak először görög kikötőkbe szállítják hajókon, és onnan pedig vasúton Nyugat-Európába. Másrészt jeleztem miniszterasszonynak azt is, hogy a Szeged és Szabadka, valamint Szabadka és Baja közötti vasúti összeköttetés felújítása érdekében 2020-ig a magyar kormány elvégzi a szükséges beruházásokat. Egyeztettünk a határmenti gazdasági fejlesztésről is. 2012-ben kötöttünk egy megállapodást, amely szerint 2020-ig megduplázzuk a közös határon lévő határátkelőhelyek számát. Ez a megállapodáskor 5 volt. Azóta a miniszterasszony elődjével Ásotthalomnál átadtuk a 6. határátkelőhelyet a szerb-magyar határszakaszon, és 4 további határátkelőhelyet 2020-ig megépítünk. 2015 elején megnyitjuk a régi röszkei határátkelőhelyet, és a Bács-Szentgyörgynél nyitandó határátkelőhely építési munkálatai magyar oldalon is folyamatban vannak, és 2 további határátkelőhelyet pedig 2020-ig, tehát ebben a 7 éves európai költségvetési ciklusban megépítünk, tehát 2020-ra 5-ről 10-re duplázzuk a két ország közös határán lévő határátkelőhelyek számát. Végezetül pedig egyeztettünk energiabiztonsági kérdésekben is. Az ukrán válság világosan megmutatta, hogy Magyarországnak nagyon fontos érdeke a déli áramlat gázvezeték megépítése, hiszen ez a gázvezeték az útvonalak diverzifikációját jelenti, és Magyarország kiszolgáltatottságát jelentősen csökkenteni fogja. Ez egy közös projekt, Bulgária, Szerbia, Magyarország és a legutóbbi hírek szerint Ausztria között. És egyeztettünk arról is, hogy az energiabiztonságunk növelése érdekében a villamosenergia hálózatainkat összekötjük. Itt a két rendszer irányítónak a munkájára lesz szükség. A villany, illetve a villamosenergia vezeték hálózat összekapcsolására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány jelenleg a véglegesítés fázisában van. Végezetül pedig újra kifejeztük szolidaritásunkat Szerbiával,
az árvíz helyzet miatt, a korábbi tragikus, katasztrofális helyzet miatt. Magyarország a szükséges és lehetséges segítséget megadta Szerbiának. Én azt gondolom, hogy két stratégiai partner közötti szolidaritás tekintetében ez a minimum, amit megtettünk. Köszönöm szépen. Dámy gospodo. Tisztelt Uraim és Hölgyeim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma a munkatársaimmal itt lehetek Szegeden, és hogy lehetőségem volt arra, hogy miniszterelnök helyettessel és a társelnök kollégámmal beszélgessünk a gazdasági együttműködésről Szijjártó miniszterhelyettes úrral. Az elején szeretném megköszönni minden Magyarországon élőnek és Magyar Köztársaságnak azért az önzetlen segítségért, amelyet az előző időszakban kaptunk, amikor Szerbia egy óriási természeti katasztrófával szembesült és azoknak a káraival. Ez a természeti csapás és ez a harcunk a nagy árvíz ellen a károknak a szanálásával fog befejeződni, és ezért köszönjük Magyarországnak és a magyar kormánynak azt a segítséget, amit kaptunk. Ami a mai találkozót illeti, ez előkészületi találkozó a holnapi közös kormányülés előtt, amelyre holnap Belgrádban kerül sor, és én engem nagy megelégedéssel tölt el, hogy ma itt beszélgethetünk azokról a témákról, amiket már Szijjártó miniszter helyettes úr már említett. Én ezeket holnap a közös kormányülésen szintén el fogom mondani, és bízom benne, hogy ennek eredményei lesznek. Nekem nagy megelégedésemre szól, hogy bejelenthetem, hogy a Szerb-Magyar Gazdasági Vegyes Bizottság 7. ülésére november hónapban kerül sör, illetve tervezzük megrendezni Belgrádban. Mi ketten a Szijjártó miniszter helyettes úrral beszélgettünk ennek a találkozónak a tartalmáról, amelyen a ma már említett témák közül többet is előtérbe fogunk helyezni, illetve hangsúlyozni fogjuk a végrehajtását, az operalizációját azoknak a szándékoknak, amelyeket mi már leegyeztettünk november folyamán Belgrádban. Mi érdekeltek vagyunk mind a három területben, mind a három kérdésben, amikről ma beszéltünk. Mi érdekeltek vagyunk abban, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal megvalósítása meginduljon minden olyan előnynek a kihasználása érdekében, amit Szijjártó miniszter helyettes úr is említett. Természetesen érdekeltek vagyunk az energetika terén is az együttműködésben, azok a projektek, amiket már Szijjártó úr is említett, és amelyek már megkezdődtek, megpróbáljuk befejezni, megvalósítani, és külön lehetőséget látunk az együttműködésre a közép- és kisvállalkozások területén, és ebben a tekintetben nagy lehetőséget látunk a különböző nagymértékű termékekre, amelyeket mind európai, mind az orosz piacon tudunk eladni, elhelyezni, mivel Szerbiának aláírt szabadkereskedelmi egyezménye van az Orosz Föderációval. Érdekeltek vagyunk a mezőgazdaság, az élelmiszeribar, a vízgazdálkodás, a környezetvédelem területén is az együttműködésben. Ezekről mind ma beszélgettünk, közös céljaink vannak, közös ötleteink vannak, és megvan az a mindkét oldalon az a készség, hogy ezekből az ötletekből és tervekből valóság legyen, és amiről ma itt beszéltünk, az a végrehajtás és a realizáció területére lépjen át, és én magam részéről, a munkatársaimmal együtt mindent meg fogok tenni, hogy a szerb fél, amit megbeszéltünk, hogy azt a szerb fél be is tartsa, és az elkövetkező időben végrehajtsa. Köszönöm a házigazdának, köszönöm önöknek, és bízom benne, hogy hamarosan találkozunk Belgrádban.